Egy kicsiny falu Tamási közelében kis Székely. Gyönyörű természeti adottságokkal rendelkezik a település, amit igyekeznek is kihasználni. Pajod Ágnes polgármester köszöntötte mindazokat, akik elfogadták a meghívásukat egy közös gondolkodásra. A környéken élő családokat, egyedülálló sportolni vágyókat igyekeznek megszólítani, hogy legyenek ők is részesei a terepfutó versenyük. Tavaly már csináltunk egy főpróbát. Azt gondoltuk, hogy lássuk meg ebben a csodaszép környezetben, kik jönnek el, élvezik-e a futást, tudunk-e még különlegességet bevinni ebbe a programba, és a tavalyi nagyon jó sikerült, több mint 100-an voltak, nagyon izgalmas volt, és új ötletek merültek fel. És azt gondoltuk, hogy tegyük ezt térségi programmá. Az ötlet onnan merül fel, hogy egy térség, amit mi gondolunk, akkor lehet sikeres, ha az ott lévő önkormányzatok, vállalkozások, emberek összefognak, és azt gondoltuk, hogy ennek az az egészséges életmód, a sport, a környezet, ami itt a Tolnai Hegyhát, ez mindenki számára egy jó bevezető, és akkor innen jött az ötlet, hogy fejlesszük tovább, egészítjük ki olyannal, ami települések számára izgalmas, minden település meg tudja mutatni az ő egyéni erejét. A közös program egy jó cél érdekében mindenkinek fontos kell, hogy legyen. Népszerűsíti egyrészt az egészséges életmódot, baráti társaságokat hoz össze, és nem utolsó sorban felfedezhetjük által a kis Székely természeti csodáit. A megtervezett futókörök érinteni fogják majd a négy szögletű kerek erdőtanösvény egy-egy részét is. A távokat úgy állították össze a szervezők, hogy amatőrök és profik is megtalálhassák a kedvükre valót. Létjogosultság, ami fontos, hogy a minden település számára az egészséges életmód tud-e csatlakozni. Ugye itt a mindennapok azok azért munkába telnek ezekben a kis településeken, de mindenki saját településen tud-e olyan kis közösséget szervezni, aki számára ez fontos. A környezet az csodálatos, természetvédelmi területeink vannak, helyi védett területeink vannak, 800 éves történelmünk van, de ez minden településnek tulajdonképpen megvan. Mi azt tűztük ki célul, hogy ezt tegyük egy térségi lehetőségé. Nyilván ismerjük a környezetünket, például Ausztriát, ott a települések által nem egyedül sikeresek. Mi is azt gondoljuk, hogy egyedileg mértünk-e sikereket, hogy a többi település is, de hát ha sokkal sikeresebbek lehetünk egy közös összefogással, és mi azt gondoljuk, ez egy kezdet. Mi tovább szeretnénk fejleszteni hagyományozó aratónapunkat, ami minden évben van, ez egy térségi program lehet, a Lázár Ervin napok, amik nálunk minden évben megtartásra. Tehát és nyilván több településen több lehetőség van, tekintsük egy ilyen ötletbőrzének. Amatőrfutóknak tervezzük főleg a versenyt, és a helyieknek, akik szeretnék megismerni még jobban a környéket, rengeteg látnivaló van, csak ajánlani tudjuk. A mostani verseny egy körözős verseny lesz, tehát köröket kell teljesíteni, és lesz az egyéni mellett csapat kategória is, ahol van benne egy kis logikai fejtörő, mivel a csapatok döntik el, hogy melyik taguk pontosan hány kört futhat, és hogy lesznek a legeredményesebbek. Mozdulj térség, az egész rendezvénynek a lényege, hogy a régióból a falvak és városok versenyezzenek egymással. A legtöbbet futott kilométert összegyűjtő falu lesz a nyertese a Vándorkupának, valamint az egyéni versenyzők között a korosztályos díjazásban a férfi és nőiből az első hármat díjazzuk. A környező települések vezetőivel közösen gondolkodva szeretnék kis Székelybe ezt a futóversenyt megszervezni, aminek a térségben összekovácsoló ereje is lehet. Azt szeretnénk, hogy közösen alakítsuk ki a szabályokat és a célokat, mert hiszünk abban, hogy ez egy országos példamutatás lehet, hogyha összefog a régió. Lehet a helyszínen is nevezni a 300 fős létszám limit erejéig, de ezt is most fogjuk a megbeszélésen eldönteni közösen, nagyon fontos, és a vadkanc.hu oldalon lehet nevezni. Ajánljuk a nevezést profi futóknak is, mivel természetesen professzionális frissítést adunk, minimum 10 féle választható szilárd, és emellett folyadék is elérhető lesz a frissítőpontokon, valamint sportfröccset is fogunk adni a helyi hangyatücsökborból. A környékbeli településen működő szervezetek vezetői örömmel fogadták el a meghívást a Kis Székely Trail elnevezésű fórumra.
Pári polgármesterének, mint mondja, kötődése is van a településhez. Édesapám itt született Kisszékelyben. Az a véleményem, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés, és támogatjuk, illetve segítünk a lakosságnak is az idejutásban. Azért van nálunk nagyon sok sportoló hobbiból, akik eljárnak futni, kerékpározni, úgyhogy hát a kistérség és a környék megismerése érdekében örülnék, hogyha minél többen eljutnának Páriból is Kisszékelybe. A Kisszékely trailnek tervezett időpontja, amelyre a korosztályi megkötés nélkül várják amatőr és profi futók jelentkezését, június 11-e lesz.